És minden magyar, aki valamit tudni akar arról, hogy mit történik az országban, vagy mit történik a világban, az az Indexhez fordult. Egyszerűen egy olyan helyzet állt elő, ahol azt éreztük, hogy nagyon erős külső befolyás van a működésünkre, és azok a garanciák, amiket mi kértünk sokszorosan kompromisszumokkal az Index menedzsmentjétől, ezek mind nem teljesültek. Történt az a konkrétum, aminél úgy éreztük, hogy ez elég. Tehát az a tény, hogy kirúgták a főszerkesztőt, és az a tény, hogy 90 ember egységesen kérte, hogy helyezzék vissza, és ez nem történt meg. Az elmúlt 10 évben nagyon sokat változott a hazai média környezet, ugyanis nagyon sok médiavállalkozás tulajdonosi körében tűntek föl olyan üzletemberek, akik nagyon erősen kötődnek, vagy valamilyen módon kötődnek a kormányzathoz. Tehát nem direkt kormányzati tulajdonlásról beszélek, hanem áttételes baráti üzleti kapcsolatokon keresztül zajló média tulajdonlásról. Igen, az Indexben nem, tehát ez nem az a fajta cenzúra történet, ami mondjuk távolról tűnhet, hogy itt piros telefonon letelefonálgattak, hogy nem tudom, a kormányzatról, vagy az ellenzékről ezt írjuk, vagy azt írjuk. Nem, a tartalomban nem szóltak be, de nem csak úgy lehet befolyásolni egy lap függetlenségét, hogyha megmondják neki, hogy miről írjon, vagy kiről írjon, vagy miről ne írjon, hanem arról is, aképpen is lehet befolyásolni, hogy milyen összetételben dolgozzon az a szerkesztőség, kik legyenek azok az emberek, akik benne vannak, vagy kik ne legyenek azok az emberek, akik benne vannak. Tehát valóban, ebben igazad van, én 18 éve vagyok itt, én ezt bátran állíthatom, hogy a tartalmi függetlenség az Index esetében áll. Azonban az a helyzet, ami szintén legalább olyan komoly külső hatást eredményez, az viszont nagyon sokszorosan sérült a szerkesztőség struktúrájának egysége sérült meg. Hatalmas, hatalmas űrt hagy maga után. Ez a tény, hogy mi innen a szerkesztőségből, amint letelik a felmondási időnk, ki fogunk sétálni.